Üdvözlöm a kedves nézőket! Igen, újra itt vagyunk. Habár mindenki tanácsolt mindent, hogy hova menjek, de örömmel mondhatom, hogy maradok. Sőt, egyre jobban vagyok. De egyre jobban vannak kollégáim is. Bal kezemnél Seres Attila, a média mogul. Szia Attila! Gyászos ez a mai nap, hisz emlékezünk. Emlékezünk a 76 év alatt meggyilkolt izraeli katonákra, terroráldozataira, biztonsági szolgálatok áldozataira, és ez időn a temetőben a katonai parcellák közel 2000-rel több sír mellett állnak ott a katonák és a hozzátartozók. Ez az emlékezés nem olyan, mint általában szokott lenni az elmúlt 76 esztendőben, és a ma este ránk köszöntő 76. Yom HaTzmaut, tehát a zsidó állam, az újkori zsidó állam függetlenségének ünneplése is egész más lesz. Beszélni fogunk erről, a tegnapi eseményekről a Siratófalnál, az ott elhangzott beszédekről, de beszélgetni fogunk a 25 éve aláírt egyezményről a NATO-val, a 20 éve szerződött Európai Unióval, de fényderítünk arra is, hogy mi is volt 75 évvel ezelőtt, amikor a magyar állam és a kínai népköztársaság akkori vezetői barátságra léptek, és milyen hatásai voltak ennek 1956-ra, és természetesen a két lábon járó Budapestre elvetődött iráni csodafegyverről, Mr. Atombombáról is beszélni fogunk, aki itt járt Magyarországon, és több fronton támogatja, na nem a békét, hanem a háborút. Kire gondoltam ezt? Most így gyorsan kapásban meg tud válaszolni? A pörgetésre 2 másodperc áll rendelkezésedre. Szerintem volt iráni elnökre gondoltál. Már is Izraelben a köztelevízióban érzem magamat, ahol a válaszok gyorsan megszületnek. És nézd meg, hogy kedves barátunk, kollégát, Seres Attila, még csak durcás. Meg se nyomta a gombot. Természetesen velünk van, ami két lábon járó nagykövetünk is, minden dolog tudója. Felturbozta magát, ma direkt hangosan fog beszélni, hogy nagyot halló barátaink, akik a tévét nem akarják fölhangosítani, és inkább leveleket írnak, hogy a nagykövet miért motyog. A nagykövet nem motyog, hanem szépen, csendesen csak beszól. Kulturáltan beszól, és mert nem akar tulajdonképpen felelősséget vállalni a beszólásaért, így szeretne azzal élni, hogy nem mindenki hallotta, és nem mindenki érti. Nem igaz. Nagyon jó, ez a hangerő, szuper jó. És mellette van nem más, hanem az Origó főmunkatársa, akit a héten senki nem perelt be, senkit nem fokozott föl. A meccsen senkit nem túrt ki a helyéből, és nem szólt be a kormányinfón senkinek, pedig egész listán van, akit külön megköszönöm, ha beszól helyettem. Az ő hangját jobban megértik, és feltételezik, hogy... Nekem érces hangja van, mint egy... Kovács Andrásról beszélünk, az Origó főmunkatársáról. Az Origó szexrovat? Nem a szexrovat. Nem. Van neki szexrovat? Hogyne. Andrisnak? Nem. Andrásnak? Képzeld el, hogy... XY tagató mellé, hogy karcolják. Azok sporthírek, hogyha... Hát többször mondtam neked. Andis, képzeld el, csak hogy reménykedjenek, hogy talán megszabadulnak tőlem. Épp egy MRI-re vártam egy folyoson. Mit csinál az ember, amikor egy MRI-re vár a folyoson? Böngészik a telefonon. Gondolom, hogy a legfrissebb híreket megnézem az Origón. Na, és mit láttál? Na, de Andris. Ilyen, hát nem tettük ki a 16-os karikát, jó, ilyen hölgyek emlői növelésének az ártalmait, a herceg meglátogatta, a pukát nem látogatta, a villamoskerékkel mi történt? Ez egy külön rovat? Hát ez igen, mondhatjuk. Vannak könnyű hírek. Ez a legjobb rovatom egyébként az Origónak. Nem, én egy politikai összefoglalót akartam arról hallani, hogy mit tudom én, nagy bankárok... rosszul sikerült gyermekei, mire nem képes. Én szerintem, bocsáss meg, egy MRI vizsgálat előtt sokkal jobb, hogyha inkább a hölgyek felső testével foglalkozol. Mint a bankárokkal.
Jó, és természetesen itt van velünk a Jól lakott napközösünk is, váltótársam, M. Kende Péter, két lábon jár, hallásával semmi baj, a vallásával talán már inkább, mert megrögzött zsidó, de hát Istenem, ez dobta neki a gép. Nem kéne. Mit? Ebben a tévében nem kéne ilyen megjegyzéseket tenni. Hát mi volt ebben negatív? Nem negatív, de... De lehet, ez bőven belefér. Mi hát már a mamája hasába is zsidó volt, tehát ez nem egy a helyzet a következő. A helyzet a következő, én szerintem sokkal fontosabbak azok a... Azok, hogy örülök, hogy itt vagyok természetesen, és örülök, hogy többé-kevésbé látlak titeket, hogy azok a témák, amiket a Péter felvetett, azokat szerintem jól lehet szépen szétválogatni, és szerintem ez a Jómházi Káron, ez egy nagyon olyan fontos téma, amiről most beszélnünk kéne, és akár összefüggésbe is lehetne hozni. Nem akarok persze a szerkesztő úrnak a helyére törni. De itt szólásszabadságban. Érdemes lenne párhuzamba vonni ezt a Jómházi Káront, ennek a derék Mr. Atombombának a budapesti látogatásával. Érdekes szólásszabadság, azt szabad mondani, amit a Péter akar. De, szabad országban, szabad emberek, és mindenki szól, amit szabad. Ugye mindenféle messiásokat várunk a politikai élet változásaira. Én ilyenekre nem. Jelentem én nem. Én még egy pocsolyán sem tudok átmenni rendesen. Szerintem a zsidó messiás előbb fog jönni, mint a magyar politikai élet messiása, nem? Nem tudom, hogy egyetértünk-e véletlenül. Attila, neked mi a véleményed erről? Attila alszik. Én egyáltalán nem alszom, de akkor rám zavarva, hogy nehéz megszólalni. Ő most arra gondolsz, hogy csendesebben vigadjanak. Attilát zavarja, mert nem ő csinálja a zavar. Gondolom a Magyar Péterre gondolsz, akit sokan kvázi messiásként kezelnek. Én továbbra is csak azt tudom ismételni, amit már mondtam, hogy szerintem a hasonlat az inkább profétai lehet. Tehát és keresztre fogják veszíteni? Kivel van összeköttetésben akkor? Kivel van akkor kapcsolatban, hogy proféta? Na de hogyha ő proféta lenne, éppen a templomból jövőknek szólt be. Illik ma egy nemzetállam demokratikus felépítésébe a templomba járóknak beszólni? Mi köze a nemzetállamhoz? Hát mert egy normális nemzetállamban akár templomba is lehet járni. Miért ne illene egyébként bárkinek beszólni? Tehát önmagában a beszólással nem hiszem, hogy van hát probléma. Hát az, hogyha ez kapcsolatban van a templomba járással, akkor ciki beszél. Mit mondod? Bocsánat, Péter, ha szabad templomba járni, akkor szerintem beszólni is szabad, és szerintem mind a kettőt szabad. Mit mondott a templomba járni? Hát nem illik csámpás nőnek beszólni, hogy csámpás a lába, és ha valaki a templomba jár, akkor ezt negatívan vagy pozitívan értékelni, ez mindenkinek egy intim része, ugyanúgy, mint a csámpásság, hogyha éppen templomba akar járni. Pozitívan se lehet? Pozitívan meg lehet éjjelezni, hogy... De miért? Mit mondott Péter? Nem tudom, én ezt nem olvastam. Nem tudom, az Origón próbáltam elolvasni, de nem találtam meg a végén, mert egy hirdetés. Mindegy, de a véleményünk azért van róla, hogy nem tudjuk, hogy mit mondott. Egy polgármesternek szólt be, hogy szégyelje magát, de nem értettem, hogy miért kéne szégyelni magát, De ezt nem kell, ezeket a kampányhíreket bárki írja meg, Origó vagy valaki más írja meg, ezeket mindig úgy kell kezdeni, hogy kampány van, hogy mindenki kicsit túloz. Egyébként egy csomó polgármester tényleg szégyelje magát, tehát önmagában az, hogy azt mondja egy polgármesternek, hogy szégyelje magát, az nincs ebben semmi. Hát de ha valakinek beszólok, hogy szégyelje magát, amin megmondom, hogy miért szégyelje magát. De nem tudjuk, hogy miért szégyelje magát. Ja, csak úgy, akkor ne legyen jó kedve. Hogy, azt se tudjuk, hogy megmondta. Meg azt se, hogy ki a polgármester. Te nem tudod, mit írt az Origó? Ez egy hosszú történet, ő valamit kijelentést tulajdonított a polgármesternek, amit a polgármester nem mondott. Állítólag. A polgármester nem mondott. Tehát azért... meg, akkor nem is biztos, hogy megtörtént. Megtörtént. Az úriember, meg én tényleg nem akarok foglalkozni ezzel az alakkal. Annás, szerkesztőségünk nem az a véleménye, hívjuk embernek, vagy profétának, de mi alak. Hát melyik az alak, a polgármester, vagy a Magyar Péter? Az utóbbi.
ki van, hogy nem lehet kimondani a nevét, hogy mi van? Voldemort? Az Voldemort. Simán lehet ilyen. Jó, akkor kezdjük azzal, hogy kinek mi a véleménye arról, hogy ez a két lábon járó atomtudós, csodaszer, aki nem tudni, hogy pénzt vagy cukorkát hozott kis hazánkban. Úgyhogy környezetvédelmi tudósként jött. Igen. Igen, tehát Péter, tehát az Ahmadinejad, vagy hogy hívják? Ahmadinejad. Ahmadinejad nevezetű téma, az már a pénteki bejelentkezésemkor is mondtam, hogy szerintem ez egy olyan gumicsont, amin tényleg felesleges sokat rugózni. Persze föl kell rajta háborodni, igen, egy megrögzött antiszemita, vagy legalábbis holokausztagadó, hogyha nem is antiszemita. De a keresztényeket sem nagyon szereti. De most akkor csak olyan jöhet ide, aki szeret mindenkit, aki szereti a zsidókat, meg a keresztényeket. Ez az egyik. A másik, nem, tehát nincs semmilyen döntéshozó pozícióban egy ellenséges államban, olyannyira, hogy ráadásul még kegyvesztett is, tehát abban az államban is egy bukott pasasnak számít, és tényleg környezet... Most akkor a zászlókat félárbocra húztuk, hogy szegény de már, nem, ott sem számít. Most tényleg környezet... Én azt hittem, hogy az ő foglalkozása az először is terrorista, aztán taxisofőr is volt. De miért hívott terroristának? Mert az volt a becsületes miért foglalkozása. Civil emberek ellen követett merényleteket az iráni miniszterelnök? Hát azért államelnök, de előtte. A taxisofőrség után és az államelnökség előtt. Mi a taxis blokkád után? Nem, az máshol volt, földrajz. Taxis blokkádot nem ő szervezte, kérlek. Meg különben kiesett volna az ablakot. Jó, tehát, Na mindegy. Jó, tehát én nem tartom országos skandalónak, az világos, hogy föl kell hívni a figyelmet, hogy ez nem jó ötlet, nem tűnik. A baj csak ott van, az egészben. Egy baj van az egészben. De ő az atya az iráni atomnak. Dehogy ő az. Azt mondja az Attila, hogy föl kell rajta háborodni. Oké. Ha én nem vagyok egy erős filoszemita, akkor én azt olvasom, hogy már megint a zsidók háborognak azon, hogy ide jött egy csávó. Tehát akkor, ha föl kell rajta háborodni, akkor mindenkinek föl kell rajta háborodni, viszont ha ezt az olvasatot nézzük, így van, hogy már megint a zsidók gyönyörögnek. Izraeli nagykövetség, a Mazsihisz, a Tev és az Emi, ezek tiltakoztak ellene. Hát most én azt hiszem, hogy én most akkor a Kovácssal fogok beszélgetni. Ja, meg a Breyer. Te is gyönyörögnek. A Péternek igaza volt. Ahhoz, hogy egy állam... A Jomazikaront először rakjuk rendbe. Igen. A Jomazikaronnak az egyik alapja, hogy van még egy ország, aki atomnagyhatalom akar lenni, és nem békés célra. Ennek semmi köze nincs a Jomazikaronhoz. Dehogy nem, ha megnézzük azt, hogy hány izraeli katona vesztette életét ennek a két járon lábó atombombának, illetve országának támogatásából. Közvetett a tuszikat ők támogatják. Az oroszoknak ezeket az izéket ők küldik. A Hamaszt ők pénzelik. A Hizbollát ők. A polgárháborút Szíriába és Libanonban, és úgy szintén, Jemenben. És Jemenben, úgy szintén nagykövet úr fölébredt, nagyon jó, legjobb időben. Tehát akkor ez nem egy békehírnök, ez az ország nem a békére törekszik, vagy szerinted ezek a béketanácsot próbálják utánozni? Most én nem akarom az Attilát védeni, távol álljon tőlem, de nem erről van szó, ugye nem arról van szó. Meg nem a 350, közel 400 rakétáról. Szó, hogy Iránt tett látogatást Magyarországon, hanem a volt elnök tett támogatást, aki egyébként mindazoknak a politikáknak a támogatója volt és maradt, mint amit érdekes, minden megszólaló elnök úrnak hívta. Tehát felháborító. De te magad mondod ezzel kapcsolatban, hogy aki egyszer volt, az mindig is elnök. Ez így van. De ez egy más kérdés. Nem. De nem hivatalos látogatást, tehát az állam részéről senki nem fogadta, akkor senki nem kellett volna beengedni, de ez egy más kérdés. De bocsáss, nem hivatalos látogatást, tehát tudom, igen. Mégiscsak a kormányváróban. De hát nincs rajta. Üldögélt. Tehát nincs rajta semmi. Tehát Európából nincs kitiltva. Kormányvárót mindenki rendelhet, mint VIP, ha van rá pénze. Jó, tehát a Jomazikar annak kapcsolatban azt szeretném azért jelezni, ugye az emlékezés napja, amit nagyon helyesen mondtál az elején, az nem a 76 év alatt
Jóval korábban. 1860. Nem 1860. Nem, hanem az Izrael történelmében az Izraelért elesetteknek az emléknapja, tehát ebbe beleértendők a makkabeusok is. Pontosan. És van ennek egy ilyen virág, egy nagyon szép virág, amit most persze nem fog eszembe jutni a neve. Nézzenek föl a Breuer Press honlapjára, ott van a virág. Tehát van egy nagyon szép kis piros virág, aminek... És ezekben a percekben a technika be is kapcsolta Jeruzsálemet, ott a GPO-nak, a Government Press Office-nak, és ott van, majd mindjárt a virág is megjelen. A Siratófalnál vagyunk, amit 1967-ben szabadított föl az izraeli hadsereg a hatnapos háború idején, és a központi megemlékezéseket minden évben ezt itt tartják. Ami nem lesz holnap, ami szokott lenni, nem lesznek repülő bemutatók, nem lesz tűzijáték, mert ez mégsem egy olyan függetlenségi nap, és nagyon sok elesett katonának a holtteste még nem tért vissza, és nagyon sok tusz még mindig Hamasztan birtokában van. És azt is rögzítsük, hogy a Yom HaAtzmaut, az emlékezés napja, amit a függetlenség napja, HaAtzmaut. A függetlenség napja, amit a héber naptár szerint szoktak tartani, az idén kivételesen, ami nagyon ritkán fordul elő, egybeesik a polgári naptárnak a május 14-éjével, mert ugye május 14-e 1948-ban volt az a nap, amikor kikiáltották Izraelt. Én nem hagyom az előzőt, ezt az egész elnöki látogatást. Én egy dolgot nem értek, hogy ha van egy hivatalos magyar álláspont egy elég egyértelmű ügyben, Izrael melletti kiállás, most az ENSZ-ben is ismételten ezt Izraellel együtt, Egyesült Államokkal együtt szavazott Magyarország, akkor miért hív meg egy állami fenntartású egyetem egy ilyen figurát, és nem látom, hogy mi ennek az értelme. Én az értelmet hiányolom az egészben, tehát hogyha viszünk egy politikai vonalat az ország, vagy a politikai vezetés, akkor miért lép ezzel szöges ellentétes lépéseket? Pont. Elképzelhető, hogy merjünk nagyok lenni eligére. Lehet, hogy valami közvetítő szerepet, mert a politikában előfordul, hogy egy harmadik helyen találkoznak. De ezzel nem áll senki szóba ezzel a pasassal. Mi az, hogy közvetítő szerep? És teljesen egy politikán ki, olyan, mintha Magyarországon most komoly szerepet tulajdonítanánk a... Türmelet. Nem, mondjuk a miépnek, ami valóban az önkormányzati választáson is azt hiszem lesz egy jelöltje. Maximum. Maximum, vagy kettő. Hát nem, mert annak van politikai jelentősége. Annak az egy jelöltnek. Annak az egynek. Több politikai jelentősége van, mint ennek az egynek. De viszont szerintem tévedtek, mert ennek a két lábon járó atomhatalomnak azért elfbarátai is vannak, kollégái, ideológiája, követői, Teheránban. De ezeket akkor ki kell írni, érted, le kell lökni a bolygónak. Ez jó ötlet, de legalább nem kell beengedni az országba. Jó, előadásnak. Akkor... De miről tartott előadást az a két lábon járó atomkombatára? Az teljesen, mintha Adolf Hitlert meghívtad volna, hogy az állattartásról tartson előadást. De. Kardos Főrabi kiválóan ugyanezt a példát hozta föl pénzekkel. Azzal a különbséggel, hogy Adolf Hitlernek nyílt rá lehetősége, hogy megcsinálja neki meg szerencsére. Ezek azt gondolom, hogy súlyos érvelési hibák, ezek gyakorlatilag a Hitlernek a jelentőségét relativizálják. Ez mesehabbal. Putyintés, meg ilyeneket. Ez mesehabbal. Nem, mert hogyha megnézed, hogyha még mindig ő lenne, illetve utódjai, és hogyha ezek az atom cuccok beindulnak, akkor sokkal több kárt tud okozni, mint az általad említett úriembernek nem nevezhető gyilkos szobafestő. Uh-huh. Úgyhogy a szobafestő fölösleges emlegetése ilyen tényleg nem igazán nyerő. De nem a holokauszt és Hitler azt gondolom nem relativizálási tényezők, vagy legalábbis ne legyenek azok. Jó. Az egész megemlékezés egy nagy fájdalom. Ilyenkor nagy éneklések szoktak lenni, barbecue partik, sárkányeregetés. Hát és most éneklés most nincsen, barbecue party nincsen, mert ráadásul szfire van, tehát ezt ne felejtsük el. Ilyenkor nincsen. Mi van? De... Igen, de minek utána nem egész Izrael népe szfirézik,
Mi az a szfire? Rassi, tessék megválaszolni. Nem tudom. Az Omer számlálás, mint olyan? Az Omer számlálás, az igen. Az egy szfire lánykori nevén ilyen budapesti átiratba. Ja, hogy az ilyen budapesti dolog. Tehát a Pészák és Sávolt közötti időszak, az gyászidőszak. Ez egy gyászidőszak, kivéve a 33. nap, amikor egy nap. Igen, az még odébb van, két hét. Na most. Ugyanezért a biztonsági helyzet miatt például Miromba sem fognak tudni fölmenni a rabbi sírjához megemlékezni, ahol a... Amiről a tájékozottabb nézők Meron néven szoktak beszélni, és mit csinálnak Meron városában, milyen rabbira emlékeznek? Diszkozvető. Mit? Diszkozvető. Az a... Jó, most esetleg mit mondott az István? Istvánnak a készüléke mást hallott. Rasi, légy szíves, mondd el, hogy miért vágják le a pajeszt a x éves fiúknak, és ezt miért Miromban csinálják? Mit vágnak le? Azt, hogy miért vágják le a pajaszokat, azt szerintem a Péter jobban el tudja. Én honnan tudom, nincs pajaszom, hát bocsáss meg. Nem is vagy, egy 10 éves sem vagy. De neked legalább le van vágva. Én nem is volt soha, hála az égnek. Milyen szép lenne. Miért vágják le? Nem tudom, miért vágják le. Összefügg a smitával? Nem, a smita az egész más, a smita az a... Szerintem most nem más, mert az egész szerintem most lapozzunk, ha lehetséges, mert... Jó, tehát ezek, ezek az ünnepségek is, amik ott fönt Cváton Meronnál szoktak lenni, idén nincsenek. De ez nem függ össze a Jomazikaronnal. Ez a biztonsági helyzettel függ össze. Tegnap a megemlékezések ideje alatt közel 75 rakéta érkezett Izraelre. Délen az egyik polgármester a megemlékezés színhelyét megváltoztatta az utolsó percbe, és egy légó pincébe rendelte a résztvevőket. Hála Istennek, mert így megmenekültek egy több áldozatos terrortámadástól. És azt azért mondjuk el, bocsánat a néző kedvében, kevesen tudják, Budapesten is volt megemlékezés este a Rumbaugban. A nagykövetség szervezte. Szűkebb körül összejövetelt. És te nem voltál. Hát, ha meghívtak volna, sem megyek el. Én nem szeretek ilyen helyekre járni, de nem vettem el. Egyébként nem hívtak meg. A lényegen sokat nem változtat, de azért szerintem annak is... Egy özvegy adta át az államelnöknek az emlékmécses meggyújtását. Egy olyan özvegy, aki először a férjét vesztette el, utána az egyik fiát, most legutoljára az unokáját, még egyszer férhez ment annak a fiát is, tehát látszik, hogy tulajdonképpen a schol, az árvaság, a nem válogat emberek és emberek között, majdnem minden családban valakinek valamelyik háborúba elesett. Nagyon érdekes, kiemelte a honvédelmi miniszter meg a vezérkari főnök is, hogy ugyanazok az izraeliek, akik nem zsidó vallásúak, de valakiük elesett bármelyik háborújában Izraelben, ugyanarra a támogatásra és jogokra tartanak szert, ugyanúgy katonai temetőkbe temetik el, ha más vallásúak, akkor abban a temetőben, a vallásuknak megfelelő temetőben gondoskodnak sírjai. Persze nem mindegy, hogy melyik oldalon. Vagy pedig, hogyha halálikusan nem teljesen zsidók, akkor ugye ezt hallottam múltkor, egy rabbinak az előadását, hogy azt is meg tudják oldani, hogy ugyanabban a katonai temetőben van eltemetve, mint a többiek, csak valami beton megoldást alkalmaznak, de lényeg az, hogy ugyanott nyugszik, ahol a többiek. Igen, a hazáért esett el, és semmiféle megkülönböztetés szerintem nem fair. Hát ezt magyarázd meg a... Kiknek? Az ottani rabbinátusnak. Jó. Nekem az egész eseményeken, az eseményen láttán a televízióban egész időt az jutott eszembe, hogy, és erre kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erre, hogy mennyire jó lehetett egy olyan vezető, mint Ben-Gurion, aki nem lehetett túl demokratikus, hanem egyszerűen azt mondta, hogy akkor most kell egy emlékezés. Azért, hogyha a kortársait megkérdeznéd, azért nem biztos, hogy mindegyik ilyen hálával is
És, jó, hogy nem azt mondod, hogy olyan ez izé hodzsa volt ez a Ben Gurion. Nem, tudta, hogy mit akar, akkor, amikor arról volt szó, hogy Simon Peres a szántsegédje volt, és azt mondta, hogy egy elektromos műveket kell létrehozni, akkor létrehozta az elektromos műveket. Tehát döntést hozott, azt mondta, hogy be kell telepíteni a Negevet, Bérsévát, a Sivatagot. Amikor a Zsabotinszki híveire kellett lőni, a hajóra, ugye az Altalénára, akkor arra. Politikus volt, tehát kötött, tudta, hogy mit kell csinálni. Kötött jó és rossz alkukat, csinált jó és rossz lépéseket. Itt ideológiáról volt szó. De ez megvan egyébként, hogy a macskafogóba az ő figurája előjön? Igen. Hogy ő az a... Hogy is hívják? A gátó? Nem, ő az az egér, akire elmennek, mert megsértődött és visszavonult. Nem teszem be a nevet. Grabowski. Tehát őról is formázták meg egyébként a Grabowski. Szegény Ben Gurion forog a Szíriába, hagyja Grabowskira. Nagyon pozitív. A Grabowski a legpozitívabb. Mindenesetre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy van egy olyan műsor, hogy jönnek a zsidók, jönnek a Yehudim Báim. Ez egy humoros műsor, és ma éppen Ben Gurionról lesz szó a mai részben, ahogy odaszól Pólának, hogy Póla, nem most vendégek vannak. Póla az a felesége volt, aki azért mindenben benne volt már a politikai döntésekben, de szerintem minden időnek megvan a megfelelő politikus. Sárika? Olyan, mint Sárika? Nem, a Sárikát ezt nem lehet überelni. Melyik a Korda György feleségére gondolja? Az Klárika, mi a Sárikáról beszélünk. Sárika egy kicsikét butácska. Hát nem, sajnos nem. Sárika volt légiutas kísérő, klinikai pszichológusi végzettsége van neki, úgyhogy eleve nem kizárnám. Nagyon érdekes dolog. Amúgy egy államalapítás nem olyan egyszerű dolog, és nem nehéz egy államalapítást ilyen kiporciózott fékek és ellensúlyok rendszerével létrehozni, mert mondjuk a Szent Istváni államalapítást is... Hát az sem volt egy sétagalop. Az sem volt egy sétagalop. Miért is gondolod, hogy Mózesnak 40 évig sétálni ennyi zsidóval a sivatagban? Hát ez borzasztó lehetett neki. A generációváltást kellett, hogy megérje. Én ezt szoktam mindig hangsúlyozni, hogy átkelnek ezek az Izrael gyermekei, átkelnek száraz lábon a tengeren. Ő mögötte az egyiptomiak, fél tenger vissza, meghalnak az egyiptomiak. Boldogság, mi? Igen, nagyon örülünk. Elindulnak, és nem telik bele 24 óra, és akkor jön a jammer, a rinya, éhes vagyok, fáradt vagyok, pisilnem kell, nem ezt kérem, amaz kérem, a kórnak a sarujából a homok belemegy a szemembe, cseréljünk helyet. Ez csak így megy, már mióta. És egy aranyborjút is akarok. Az később jött. Aztán ugye hamarosan ünnepeljük a Tóra adásnak az ünnepét, sáv volt ott, amit szintén kétszer kellett odaadni a zsidóknak, mert az első kis odavágta mérgébe. Na, tehát akkor ezek után a mítoszokról, és te beszéltél az előbb a makabeusokról, na hát azokat is meg lehet vitatni, hogy ott is tulajdonképpen mi történt. És hogy ki volt szent, és ki nem volt szent. A korabeli ultraortodoxok. Igen, ez a Attilának a nagyon jogos veszőparipája, amire mindig emlékszem, hogy a Kardos Rabiettől valahogy mindig azt mondta, hogy jaj, hát ez így nem szabad. Te ugye a polgárháborút mondod, ő meg ezt az olvasatot szoktam mondani. Lehet, hogy nem igaz, de a tényeknek megfelelően. Jó, akkor... Csodálatos kérdés, 25 éve vagyunk a NATO-nak a tagja. A NATO ugye... Nem, Magyarország. Nem is persze. Hát van egy... Jó, én nem vagyok a NATO tagja, az is. Te, mint magyar állampolgár, a NATO... És, ajaj. És lehet, hogy újba bevezetjük, mit tudom én, a kötelező katonáságot, és akkor a NATO-hoz is az úgy hiányzik még egy pupa hátunkra. Az olyan kéne. Minek? Nem, az nagyon kéne azt... Minden országnak úgy mondtam, a biztonsági érzetét növelni kell, és meg kell, hogy tudja védeni magát. Na de sírva könyörgöm. Aki itt élt 9, nem tudom mikor szüntették, még a sorkatonaságot már fogalmam sincs. 2004-ben szüntették. Minden normális országban állampolgári kötelesség, hogy megvédje az országot, beleértve Svájcot. Ez így igaz. Itt is kötelező.
Hát de ne kell ilyen sokatonának, mert tehát, aki volt a magyar néphadsereg tagja... De hogy véded meg, hogyha nem tudod, hogy hogy kell lőni? Meg kell tanulni lőni. Hát szép, ja, amikor szükség én meg tudom lőni. Valóban, ezért nem töröltük hát el a hatkötelezettséget. Mert, hogy ez... Egy újságíró lőjön a szájával, meg a tollával. Én voltam sorkatona, én tudom, hogy hogy kell lőni. Én ágyúval is tudok lőni. Én is, nekem is kellett lőnöm. Ennél rettenetesebb időszak, mint az az én időszak volt. Én bemásztam egy tankba, és sírtam, mert nem tudtam kimászni belőle. Aztán kimászni belőle. De hogy kerültél belőle? Hogy került a tankba? Hogy fönn a bárba be lehetett menni egy tankba. Még... És a... Katona 1950 valahányban. A Péternek a katona könyvében ugyanaz, amit Woody Allennek, hogy H.E.T. Ez háború esetén én túsz leszek. Jó, hogy nem 2006-ban másztál be a tangol. Nem 2006-ban. Anglis, komolyan mondom. Nem ugozzunk már ezzel. Mi volt 2006-ban? Csak a Péterbe látható. 2006-ban más ült be a tangba, más megtöltötte üzemanyaggal, aztán ott volt nem a volt, nem volt, csak egy kevés volt már benne. Szóval... A kötelező... Belegondoltatok, hogy aki akkor született, az már 18 éves? Bizony. Szerintetek ezeket a történelmi eseményeket, hogy Kis, Dísz, Rákosi, mert ugye a Messiás egyik leíratába is szó volt arról, hogy felsorolták a tanácsköztárság vezetőit, hogy ő úgy viselkedik, mint azok. Dávke, akiket felsoroltak, azok mind ilyen zsidók voltak. Hát, de ettől bocsáss meg, nem, a tanácsköztárság nem, erről nem, tehet, nem ő tehet, nem a tanácsköztárság vezetői lehet, hogy nem igaz, a tényeknek megfelelő. Az volt, ugye, az volt akkoriban ugye az alapvic, hogy miért pont Garbai Sándor lett a munkástanácsok tanácsának az elnöke, és az volt a pesti alapvisz, hogy azért, hogy legyen, aki szombaton is aláír. Ő volt az egyetlen egy, aki nem volt zsidó. De miért mindenben benne kell lenni? Amúgy nem, tényleg a kötelező sorkatonai szolgálatra visszatérve, valóban annak, ami a néphadsereg belem volt, vagy idején volt, annak nem sok értelme van, de hát egy értelmesen lehetne erről vitát nyitni. Bocsánat, és a egy... néphadseregben is volt értelme egy darabig, körülbelül 70-es évek elejéig ott rossz célokért, de komoly munka folyt utána, aztán amikor elkezdtük nagyon helyesen szabotálni a Varsói szerződést, meg az ott vállalt kötelezettségeket, ugye akkor zűlött el a hadsereg. Na de egy kötelező katonai szolgálat, az egy olvasztó tége is lehet, tehát mindenkit föl lehet ugyanarra a kulturális és intelligencia Izraelbe szinten. A társadalmi beilleszkedésnek az áloga, hogy legyél katona, mert ha nem voltál katona, nincsenek ismerettségeid, nem is tudod, hogy kell vezetni egy tankot, akkor nem Péter, is vagy jó Péter semmi. Kedvenc kifejezését használva, hogy a nemzetállam a nemzet kialakulásának, a sorkatonaság egy nagyon fontos eleme volt. Na de akkor... Ezen már túl fontos. Hát a nemzetállamon még nem, de ezen már túl szerintem vagyunk. Szerintem ezen nem lehet túl lenni, mert a nemzetállamnak a halálát okozza, hogyha nincs aki megvédje. Nem lehet állami kifejezéssel jó. Na de hát a fizetett katonák nézőpont kérdése ezzel Izraelnek a nem zsoldosok, bocsáss meg. A fizetett katonák nem zsoldosok. A francia elnök milyen katonákat akar? Idegen légiósokat. Hát neki van annyi esze, hogy ilyen szenegáli... Hát oda éppen nem azokat akarja, de... Te? Feltűnőek lennének, hogy az ukrán térben nem. Konkrétan idegen légiósokról volt szó. Jó, hát... Elhatárolodok. Én hiába szerkesztettem meg a nézőknek egy nagyon érdekes összehasonlítót. Mondtam, hogy szét fog esni. Hát veletek csak szétesni lehet. Tehát Isten ments, hogy valaki fölajánlja nektek akár csádba egy kormányvezetést, mert... Most volt ott elnökválasztás, és hatalmas demokratikus siker. Lemaradtam róla. Megválasztották az elnöket. 61%. Igen, ennél csak Putyin jobb 87-tel. Hát a 61 és 87 között nem és, különbség és van. És mi a legkülönlegesebb, hogy még másnap is ő maradt az elnök. Sőt, általában már, hogy Putyin. Ismered az orosz elnökválasztásos viccet, mikor Jelcinhez mennek a elválasztás éjszakáján, hogy Jelcin elvtárs, nagy baj van. Zsirinovszki 73%-ot kapott. Igen, azt mondja, ez volt a rossz hír, de van egy jó hírem is. Igen, micsoda, maga meg 103-at.
Igen, lásd orosz elnök választás, 87%, az azért elég kicsi. Kim Jong-un biztos összesírná magát. Tehát az az ország, ahova mi is küldünk csapatot. A miniszterelnök is gratulálta. Ugye, az X-en a... Csak terve van. Lehet, hogy összefügg az ottani lítium, vagy nem tudom milyen lelőhelyekkel? Én... Nem, biztos nem. Határolódjál le. Ettől is elhatárolódok. Szerkesztőségünknek semmi közelés a lítium bányászathoz. Milyen célokra is lehet azt használni? Micsodát? A lítiumot. De ez, ez a lítium mese, ez ma már nem igaz egyébként, mert a világon rengeteg helyen fedeztek fel lítiumot. Olyannyira, hogy a világ mindenségnek az egyik leggyakoribb anyaga, majdnem olyan gyakori, mint a hidrogén, igaz, hogy hidrogént is baromi drága előállítani a Földön, de a világegyetemben Földön is elég sok lítium van, úgyhogy ez már mese, ez a lítiumos dolog. Szóval az Atlanti Tanács és a Szociális Demokráciai Alapítvány és a Politikai Történeti Alapítvány külön-külön ünnepelték a 25 éves évfordulót, hogy a NATO-nak a tagjai voltunk, vagyunk, akartam mondani. Lettünk. Minek köszönhető az nagykövet úr, hogy még egy ilyen nemes megemlékezés is külön történik? Nem külön, többször, még ezen kívül több megemlékezés is történt. Volt egy állami megemlékezés és minden ellenkező híreszteléssel szemben, mert ezt a sajtó szereti letagadni, hogy az állam nem emlékezett, meg nem igaz, volt egy a parlamentben. Teljesen normális dolog, hogy különböző szervezetek. Még sok ilyen lesz egyébként. Mert mindegyiknek más olvasata van, hát mindegyik más tart fontosnak. Hát, mire gondolsz, hogy egy nemzeti emléknapot kéne ennek tartani? Hát, hogyha megnézem, akkor a legjobb a nagykövet által, ha vár utálok neki igazat adni, szervezett a Tudományos Akadémia termében, mert nem mindegy, hogy hol van a Kodály termében. Kodály termébe, hogy hol kerül sor rá, meg az sem biztos, hogy ha az előadók mind ugyanabból az akkorból vannak, ugyanabból a tenyészetből, az akkor ezt valami... Még fokozza is. Szerinted értik ezt a nézők, hogy most mire célzol? Az a lényege, ha segítünk a nézőknek, hogy azért jó, a nagykövet úr is azt mondja, hogy többfajta megemlékezés van, mert mindenki mást és mást tart fontosnak. Ugyanazok az embereknél emlékeznek meg több helyen egyszerre? Vagy nem, külön-külön. Külön-külön. Egyébként nem ugyanazok az emberek, de azt azért valljuk meg, hogy aki ehhez ért, tehát ugye erről sok mindenki beszél, de aki ehhez ért és akit komoly szervezetek meghívnak, abból azért nem sok száz van Magyarországon, finoman szólva. Jó. 20 éve az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, és most mi leszünk a soros elnökök is. Jó ez a szó, ez a soros elnök. Mi leszünk, Orbán Viktor lesz. Nem, Magyarország, Magyarország lesz. Én is? Te is. Te is. Te a volt közkatona, odáig jutottál. Attila, majd nézzél ki, hogy kint van-e már az elnöki limuzin. Péter, lemaradsz a közkatonáról. Te a közkatona, most az európai hadsereg állományába fölvettünk téged, te is ott leszel. Szegény hadsereg. Nem biztos. De ő legalább gitározni tud, te gitározni se tudsz. Nem. No. Bocsás, meg miért karikatázza, hogy mondják, ezt karikírozzuk ki a hadsereget? Ez egy komoly intézmény. Az, hogy voltak olyan időszakok, amikor ezt nem vettük komolyan, ez egy más kérdés. Az volt a hiba, nem az, hogy komolyan. De komolyan vették, azt meg is utálták az emberek, meg föl is de nem vették komolyan, mert na mindegy. Na szóval, igen, 20 éve vagyunk az unió tagja. Komoly országban az emberek komolyan veszik a hadsereget. Komoly országban szerintem büszke valaki arra, hogy a hadsereg tagja lehet. És hogy az egyenruháját viselheti. Két darab olyan politikai rendszer van, ahol igazán komolyan veszik a hadsereget. Az egyik a diktatúra, a másik a fejlett demokrácia. A kettő között mindig problémák vannak. Hát én a fejlett demokráciákat választom akkor is, hogyha néha az is kellemetlen. Csak olyat elég kevéset lehet találni, de azért van. Nem jó. Ez a 20 évhez mennyi boldog év jön még nekünk? Elképzelhető, hogy szép napon kipenderítenek minket? Vagy ez az angolok kiválása óta nem létezik, hogy valakit kirúgjanak? Őket se rúgták. Nincs ilyen intézmény az EU-ból, nem lehet senkit kirúgni. Kilépni lehet csak. El lehetetleníteni lehet, nem? Nem. De miért csinálnák? Ez butaság.
Hát akkor miért nem adják oda a pénzeket, amiket mi azt hiszünk, hogy... Folyamatosan adják a pénzeket. De pontosan tudod, hogy egy, folyamatosan adnak pénzeket, kettő, azért nem adják oda, mert azt gondolják, hogy mi nem tartunk be bizonyos szerződést. Azért, mert az egyik politikai pártnak, az európai képviselői elég sokat tesznek ezért. Nem az egyiknek, mindegyiknek majdnem. De a lényeg az az, de ők most ki fognak esni. Tehát ne csináljuk, mintha bárki szívességet tenne nekünk azzal, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Az Európai Unió tagjainak érdeke, elemi érdeke, hogy Magyarország a tagja legyen, azért. Olyannyira, hogy minden ellenkező híresztelés ellentétben a mai napig a német tőke a legnagyobb befektető Magyarországon, és nem a kínai, még azután sem, nem, hogy ami nem most ezután fog. Minden nagyobban német meg az EU. Így van. Jó, tehát akkor értem. Tehát nem fog senki minket kirúgni, mert hülye lenne kirúgni, és senki nem fog kilépni, és a saját pénzét kockáztatni. Senki nem fog kilépni, senki mert hülye nem fog lenne kilépni, kilépni. Mert hülye lenne kilépni, angol, hülye angolok, angol hülyét. Jó, kedves nézőim, és akkor most jön a könnyebb rész. Emlékezés ide vagy oda, mégiscsak létrejött az Eurovíziós Dalfesztivál, és a 20 éves kislány a kifütyülések, kitapsolások ellenére állta a sarat. Az izraeli. Az izraeli. Ötödik lett. Aki hősiesen állt egyébként. Hősiesen állt, és te, mint zenész, ezt meg tudod erősíteni, hogy milyen lehet, amikor a közönség nem neked szurkol. Az egészen rémes lehet, és tehát főleg ebbe a korba, de ez bármilyen korba. Tehát ennél nagyobb gyalázatot el sem tudok képzelni a kulturális életbe, amit azzal az izraeli énekes lányjal csináltak. Akinek, és a sajtótájékoztatóan a lengyel újságíró. Akinek biztos, hogy nagyon komoly pszichológiai segítségre van szüksége. Tehát egy művész embernek ilyet elkövetni ellene az... És a legfontosabb, mindezek ellenére... És az egész életére kifoghatni. Ötödik lett, ami nagyon-nagyon komoly. Egyébként nem tudom, hogy láttátok az előadást? Én láttam. Annak ellenére, hogy ugye szigorúan ki van zárva a politika, hát egy stilizált Hamász alagútban játszódott. Hát ezt érteni kellett, a hurikán. A videóklip, és az egész... Az egész színpad ilyen lángokban áll, tehát a politikai aktualitását az nehéz lett volna vitatni. Ez is arra utal, hogy milyen képmutató dolog ez, hogy távolítsuk el a politikát, hogy nem szabad csak a virágokról, meg a pillanatokról szabad énekelni, mert tulajdonképpen bármi, tehát az életnek minden aspektusa minden először. Ugye azt tegyük hozzá, hogy a minden művészet, minden nagy alkotás a politikáról szól valamilyen módon. Hát, vagyis az életről, hiszen a politika maga az élet. Hát a partizánok is az énekeikben valami másra készültek. De nézzük meg, egy érdekes sajtótájékoztató volt ott a helyszínen, ahol az egyik énekes nagyokat ásítozott. Rögzítsük, hogy Malmöről beszélünk. Malmöről beszélünk Svédországban. Kinörjönk a tömeg, benörjönnek az újságírók és a többi résztvevő, akik semmi barátsággal nem viseltettek, kivéve a luxemburgi kislány, aki egy úgy szintén izraeli előadó művésznő volt. Láttad, hogy kafiába és ásítva és beleszólva és az asztalon feküdve csinálták végig. Szerintem ez a bunkóság csúcsa volt, amit ott ezek előadtak. Az egészet én az egészet betiltanám, pont. Nem betiltani kell, nem megrendezni. Nem megrendezni, az is. Magyarország nem is vesz már részt. Háló jó ének, igen. Másokból se Magyarország, se Belorusszia, se Oroszország. Péter, mi az, hogy másokból? Másokból kifolyólag. Túl meleg a... Én ilyen mondtam. Őrzője vagyok én, testvéremnek, hogy idézzek a Tórából. Jó. Miért a nem bináriságot tiltja a Tóra? Nem ajánlja. A nem binárisságról szerintem semmit nem mondott úr. Nem mond semmit? Sőt, szerintem szó is van. Ebben most nem menjünk bele. Mert tehát a nem binárisághoz nincs köze szerintem a vallásnak. Egyébként még a hajlamokhoz sincs köze, azt is szeretném rögzíteni.
Hiába ingatod a fejedet. Nem ezért ingatom a fejem. A Tóra kizárólag bizonyos típusú szexuális aktusokat tilt taxatíve. De a kecskéddel nyugodtan. Éljen az állatvédőjön. Szerintem most köszönjük el Köszönjük el. Ez csak a megpofákat vágtál, úgyhogy ez volt a díj. Gyorsan köszönjük el. Kedves nézőim. De ezért én nem, tehát ettől elhatárolódom az NMHH számára is, nem, hogy semmit, tehát én elhatárolódom, tehát nem hagytam szó nélkül. Mitől elhatárolódsz? Ettől, amit az előbb mondott a Péter. Mit mondott a Péter? Nem, most nem. Hogy megerte nyáját, fújt a furujáját. Na jól, fokozzad még. Ezt tessék kivágni a műsorból. Igen. Ez a tévé nem vág ki semmit a műsorból, mert úgy eredeti, és a jó humornak is helyt kell adni. A jó humornak minden. Kedves nézőim, ma is megpróbáltuk a lehetetlent egy ilyen nehéz napon, megpróbáltuk fölvidítani önöket, hisz a legnagyobb gyászt is előbb-utóbb a megbékélés, és talán egyszer még a vidámság is eléri. Nagyon boldog születésnapot kívánunk az amúgy rossz állapotban lévő 76 esztendős újkori zsidó államnak, de addig jó, higgyék el nekem, amíg ők vannak, mert a fékek és az ellensúlyok között mégiscsak ott kell lenni egy önálló zsidó államnak is. Tehát boldog születésnapot, Am Yisrael Chai, nektek is jó pihenést, és jövő héten ugyanekkor, úgy így hétfőn a kora délutáni órákban, hogy este a híradó után a nézőink is jól érezhessék magukat. Komolyabb témákkal fogunk kezdeni, mert így már kezdünk nagyon hasonlítani egy másik televízió műsorra, de őrizzük meg humorunkat, és így könnyebben a nehéz dolgokat is túl tudjuk élni. Vendégeink voltak M. Kende Péter, az Origó főmunkatársa Kovács András, a mi nagykövetünk és a média mogulunk. Én Brauer Péter voltam, holnap reggel újból várom önöket. A viszontlátásra, további jó tévézést!